Köszöntöm a Trio TV nézőit, kicsit rendhagyó stúdióbeszélgetéssel jelentkezünk. Május 22-e a lakossági adóbevallásnak a határideje, és most erről beszélgetünk. Idén a NAV több újdonsággal is szolgált. Melyek ezek? Igazából egy hatalmas újdonsággal állunk az adózók elé, nagyon nagy terhet levéve az adózók válláról. Az idei az első év, amikor az adóhivatal elkészíti a magánszemélyeknek a bevallását. Ez egy bevallási tervezet. Ez országos szinten közel 4 millió embernek jelent segítséget, anyagilag, időráfordítást tekintve. A bevallási tervezet tulajdonképpen ez egy szinte kézbevallás, amivel csak annyi az adózónak a dolga, hogy átnézi, egyezteti a munkáltatótól származó kifizetésekkel, igazolásokkal, és ha rendben van, akkor nincs is teendője. Mi van, ha nincs rendben? Ha nincs rendben, akkor van teendője az adózónak, akkor ezt a bevallási tervezetet módosítania kell, kiegészítenie kell, és így lesz ő neki egy érvényes, helyes bevallása. Ha nem nyúl hozzá, akkor amit az adóhivatal elkészített számára bevallási tervezetet, az a bevallás válik május 22-én az ő elfogadott bevallására. Ezt a bevallási tervezetet az adóhivatal elkészítette azon magánszemélyeknek, akik nem őstermelők, nem egyéni vállalkozók és nem áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek. Egyszerűen hétköznapian szólva, akiknek bérjövedelme van, akiknek sima munkavállalóként kifizetőtől származó bérjövedelme van. Itt a nagy kérdés az, és néha az ügyfelek nem értik még pontosan, hogy hogyan jut el ő hozzájuk ez a bevallási tervezet. Ennek több módja is van. A legegyszerűbb, aki rendelkezik ügyfélkapuval, ügyfélkapun keresztül tudja ezt a bevallási tervezetet megnézni. És itt szeretném felhívni az adózóknak a figyelmét arra, hogy még a mai napon sem késő ügyfélkaput nyitni, amit megtehetnek bármelyik kormányablakba, vagy akár a NAV ügyfélszolgálatokon is lehetőség van erre. Aki még akár most ügyfélkaput nyit, a nyitás pillanatától kezdve ugyanúgy láthatóvá válik számára ez a bevallási tervezet, és ott meg tudja tekinteni. Az idei év az első, amikor lehetőség van arra, hogy tényleg néhány perc ráfordítással, egy-két kattintással elintézze az ő 2016 évi személyi jövedelemadó bevallását. Az ügyfélkapu elég átfogó felület, és elég sok minden megtalálható. Egy kicsit bővebben nézzük meg, hogy hol is található ez az előre elkészített bevallás? Ez az előre elkészített bevallás, ez több úton is elérhető. Hogyha valakinek már megnyitotta az ügyfélkaput, és rendelkezik ügyfélkapuval, akkor a szokásos módon a magyarország.hu felületről is beléphet, ahol egyéb ügyfélkapun keresztül végezhető tevékenységeket is használhat. Itt meg tudja tekinteni a bevallását. Viszont van egy másik lehetőség a NAV-nak a honlapjáról, szerintem ez talán az egyik legegyszerűbb, a www.nav.gov.hu, ez a NAV-nak a honlapja, internetes oldala, és ott el sem téveszthető hatalmas ESCIA felirat található, arra kell rákattintani, és ott ugyanúgy visszanavigál, tehát meg kell adni az ügyfélkapus belépési kódot, és be lehet lépni erre a felületre, és azonnal, tehát nem is lehet eltéveszteni, két panel jelenik meg egymás mellett, az egyik a bevallási tervezet, mellette pedig az 1+1%-os felajánlás. És igazából rákattintani, végignézni, ha egyezik, akkor csak rendben elfogadom, ha módosítás szükséges, akkor esetlegesen lehet módosítani, illetve megtenni az 1+1%-nál is, hogy kiválasztani, ott is lehetőség van csak legördíteni, kiválasztani azt, hogy kinek szeretnénk a felajánlást. Ugye a két lehetőség van, az egyik 1%-ot a civil szervezetnek, a másik 1%-ot pedig egy egyház részére felajánlani. Tényleg én szerintem saját tapasztalatból is mondom, mert a saját bevallásomat is így csináltam meg, néhány perc ráfordítást igényelt az egész. Annak is, aki alapvetően nem ezzel foglalkozik, annak, hiszen például hiába adóhivatali dolgozó vagyok, a mi számunkra is új volt ez a felület. Tényleg, aki megpróbálja, nagyon könnyedén meg tudja oldani így a bevallását. Korábban több dolgot is lehetett hallani a médiában egy március 15-i határidőről. Aki ezzel kapcsolatban ilyen fél információkkal rendelkezik, azt tisztázzuk most, hogy miről szólt ez a határidő.
Igen, ez annak volt a határideje, aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, de szeretne hozzájutni ahhoz a bevallási tervezethez, amit az adóhivatal elkészített az ő számára. A március 15-i határidő volt az, amikor postán, tehát kérhette azt, hogy postázzák ki részére, a lakcímére ezt a bevallási tervezetet. Ennek a kipostázási kérelemnek volt a határideje a március 15. Nagyon jó, hogy erre rákérdezett, mert valóban néhány adózónál biztos, hogy ez kavarodást okoz, hogy sokan arra gondolnak, hogy ez volt a határideje, hogy megbízzák az adóhivatalt, hogy részükre készítse el a bevallást. Nem, az idén erre nem volt szükség, ez automatikusan kérés nélkül történt, hogy az adóhivatal elkészítette az erre jogosultak számára a bevallási tervezetet. Ez csak annak volt a határideje, hogy valaki megigényelhette azt, hogy postázzák is ki részére, ha ő neki nincs ügyfélkapuja, és nem tudja megnézni interneten keresztül. Ha netán nem kérte, gondolom ez lenne a következő kérdés. Ha elmulasztotta ezt a március 15-i határidőt, akkor sem maradt le arról, hogy ő megkaphassa a bevallási tervezetét. Ekkor annyival van több teendője, hogy személyesen be kell fáradnia valamelyik NAV ügyfélszolgálatra, és itt ki tudja kérni a bevallási tervezetét. Ha esetlegesen hozza az összes iratot, akkor össze is tudja egyeztetni, ha szükséges valamilyen módosítás, akár a hivatalban ezt meg tudja tenni, tudunk ebben segíteni az adózóknak. Annyi szükséges hozzá, hogy természetesen a személyes iratai okmányai legyenek nála, illetve a 2016-os évre vonatkozó jövedelem igazolások, kifizetői igazolások, tehát a szükséges papírok legyenek nála. Egy dologgal szeretném még kiegészíteni, amit tapasztaltunk, hogy szintén esetleg zavart okozott az adózóknál. Voltak olyan adózók, akik megkapták a bevallási tervezetüket úgy, hogy ők ezt nem igényelték. Mégis megkapták postán. Hogy ennek mi lehet az oka? Ez többször kérdésként merült fel. Az elmúlt 1-2 hétben kaphatták meg a bevallási tervezetüket az adózók. Ennek több oka is lehet. Olyan esetekben küldte ki a NAV az adóbevallási tervezetet azok számára is, akik ezt külön nem igényelték, akiknél valamilyen ellentmondást, vagy pedig hiányt észleltek. És hogy az adózó ne essen el az őt megillető juttatásoktól, ezért tulajdonképpen egy ilyen kiegészítést, tájékoztatást vár az ügyféltől. Milyen esetek lehetnek ezek? Mindenképp ment bevallási tervezet azon adózóknak, akiknek visszajáró adójuk van. Ugyanis itt egy ilyen kiegészítő nyilatkozatot kell kitölteni, hogy hogyan szeretnék visszakapni ők a számukra visszajáró összeget. Meg lehet adni bankszámlaszámot, és akkor banki utalással történik az ő részükre a visszautalás, illetve a postai címet, akkor pedig postán keresztül történik a kiutalás. Ezt egy kiegészítő nyilatkozat formájába vissza kell küldeni. Fontos, hogy a bevallási tervezetet, ha abban mindennel egyetértenek, nem kell külön visszaküldeniük, csupán ezt a kiegészítést, hogy ők hova, milyen formában kérik a visszautalást. Ugyanígy kaptak bevallási tervezetet azok, akiknek sajnos fizetendő adójuk van. Ebben az is fel van tüntetve, hogy nagyon fontos május 22-e a fizetési határidő, illetve akinek nagyobb összegű esetlegesen az adófizetési kötelezettsége, annak lehetősége van maximum 6 havi pótlékmentes részletfizetés kérésére. Ez nem olyan, mint a hagyományos módon beadott fizetési kérelem, nincs szükség semmilyen indoklásra, ez automatikusan jár, kamatmentes, pótlékmentes, és maximum 6 havi, de ez a 200 ezer forint alatti tartozás esetén vehető csak igénybe. Ha valakinek 200 ezer forint feletti, akkor arra a megszokott hagyományos módon fizetési, könnyítési kérelmet kell beadnia, és meg kell indokolnia részletese, hogy miért. Még itt is a határidő, hogy a részletfizetésnél az első részletfizetési határideje május 22, és a későbbi részleteké automatikusan mindig a követő hó 20-ák, tehát a másodiké június 20, július 20. Erre fontos odafigyelni. Az elmúlt időszakban előfordult az, hogy korábbi években valaki felhalmozott tartozást, úgy akár nem is tudott róla, akár néhány ezer forint, akár kicsit több, és az ő adófolyó számláján kevesebb volt. Ezt a mostani bevallással egyeztetve lesz? Tehát, hogyha visszajárna összeg,
de van egy kis elmaradás korábbi időszakról, akkor azt összevezetik a bevallás során? Minden évben kapnak az adózók az adófolyószámlájuk egyenlegéről egy tájékoztató levelet. Körülbelül a nyár végén, ősz elején kerülnek postázásra ezek a levelek. Azoknak az adózóknak, akiknek mutatkozik valamilyen eltérés, akár túlfizetés, akár tartozás formájába. Most itt a bevallásnál úgy történik, hogy ha visszajárójuk van, illetve ha fizetendő adójuk van, akkor őnekik ugye erről, ahogy említettem az előbb, nyilatkozniuk kell, és az a kiutalásnál történik meg a vizsgálat, hogy tehát akinek van egy hátraléka, akkor van egy ilyen kiutalás előtti felülvizsgálat, hogy ugye aki rendelkezik nagy hátralékkal, annak nem tudják kiutalni ezt az összeget, hiszen van fentálló adótartozása. De erről elméletileg kellett, hogy értesüljön már, ha van ügyfélkapuja, akkor láthatja a saját adófolyószámláját is, ha nincsen, akkor pedig az adózó kellett, hogy erről kapjon egy értesítést már. Gyarlók vagyunk, mi van, ha elfelejtjük, nem jut rá idő, és a május 22-i határidő után nyújtja be valaki a bevallását? Azoknak az adózóknak, akiknek az adóhivatal elkészítette a bevallási tervezetét, ők egyszerűen szólva nem is tudják lekésni a május 22-i határidőt, mert ha ők nem reagálnak, lehet, hogy nem azért, mert minden egyezik, és ők ezt pontosan átnézték és leegyeztették, hanem egyszerűen csak nem foglalkoztak vele, az adóhivatal elkészítette az ő tervezetüket, és elmúlik a május 22-e, akkor ez tulajdonképpen az ő elfogadott bevallásuk lesz. Ha utána mégis rádöbbennek, hogy ez nem is biztos, hogy helyes, hiszen volt neki pluszba egy olyan bérbeadása, egy olyan ingatlan értékesítése, aminek szerepelnie kellett volna a bevallásba, vagy másik oldalról volt egy olyan kedvezménye, amit esetleg ő nem tüntetett fel, és ezt szeretné utólag érvényesíteni, akkor ugyanúgy, mint más éveken, önellenőrzéssel van erre lehetőség. Aki elmulasztotta, és bevallási tervezet sem készült az ő számára, azoknak pedig mindenképpen minél korábban célszerűbb pótolni ezt a hiányt és beadni a bevallást. Fizetési kötelezettsége esetén merül fel az a kérdés, hogy ugye ha május 22-e után fizeti be, akkor ott már sajnos késedelmi pótlékkal kell számolni, hogyha volt befizetendő adója, ami május 22-ével lett volna esedékes. Ami még érdekes lehet, hogy ne feledkezzenek meg az adózók az 1+1% felajánlásáról, ezt már az elején is említettük, de mindenképp szeretném kihangsúlyozni, hogy azok az adózók sem feledkezzenek meg róla, akik számára az adóhivatal elkészítette, vagy esetleg saját maguk ügyfélkapun keresztül tényleg néhány kattintással elintézték a bevallásukat, azt meg még majd későbbre akarták hagyni. Megtehetik ezt külön, tehát nem muszáj a bevallással együtt kezelni, csak arra figyeljenek, hogy ennek is a határideje május 20. Hogy addig mindenképp történjen meg. Tehát akkor lehet külön nyilatkozni? Lehet külön nyilatkozni, függetlenül attól, hogy valaki önadózóként külön papíralapon beadta a bevallását, függetlenül attól, hogy az ő számára a munkáltatója elkészítette, függetlenül attól, hogy a bevallási tervezetet készítette az adóhivatal az ő részére, és ő azt elfogadta, vagy nem csinált semmit, csak majd hagyja, hogy az az ő bevallása legyen. Mindezektől a formáktól függetlenül ő azt bárhogyan leadhatja külön, ugyanúgy a nyomtatványkitöltő program segítségével, elektronikus felületen keresztül, papír alapon, a bevallási csomag részeként, tehát nagyon sokféle módon megteheti ennek az 1+1%-nak a felajánlását. Ha valaki mégsem tudja ugye elkészíteni a bevallását, de összeszedi a papírokat, segítenek bent az ügyfélszolgálaton leellenőrizni és összevetni az adatokat? Igen, mindenképp segítünk. Ezt, ahogy mondtam már, azoknak is segítünk, akiknek valamit esetlegesen módosítani kell. Sokszor a családi kedvezményt, a súlyos fogyatékosság kedvezménye, ezeket esetleg évközben a munkáltatónál nem érvényesítették, és ha el is készítette számukra az adóhivatal a bevallási tervezetet, mivel a munkáltató felé nem volt ez évközben jelezve, ezért ugye nem tudta az adóhivatal a bevallási tervezetet beletenni, tehát most utólag kell kiegészíteni, módosítani ezeket a bevallásokat. Természetesen itt segítünk az adózóknak, a nagyon fontos kérés az, hogy minden papírt hozzanak magukkal. Igazolásokat, kifizetési papírokat, minden papír legyen önálluk, mert csak akkor tudunk megnyugtatóan és olyan alapossággal segíteni. A
televíziónk vételkörzete, ez Vas megye északi része és Győr-Moson-Sopron megye déli része, merre találhatók az irodák, akik tudnak segíteni, hiszen több városban is vannak azért kihelyezett ügyfélszolgálatok, de itt a környéken nincs Szombathely? Központi ügyfélszolgálatunk Szombathelyen található a Petőfi Sándor utca 22-ben. Itt május 22-ig egyébként hosszított nyitvatartással állunk az ügyfelek rendelkezésére, minden nap 8:30-tól este 6 óráig, hétfőtől csütörtökig, pénteken pedig 13:30-ig várjuk az ügyfeleket. A hosszított nyitvatartás a megszokott ügyfélszolgálati időn túl a bevallással kapcsolatos kérdésekre és feladatokra vonatkozik. A többi ügyintézésére a megszokott ügyfélfogadási időben van lehetőség. Ezen kívül van ügyfélszolgálati irodánk Celldömölkön, őnekik van egy nap kihelyezett napjuk Szentgotthárdon, illetve van ügyfélszolgálati irodánk Körmenden, akik egy napra pedig Sárváron tartanak ügyfélszolgálati fogadóórákat. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen!